Büszkén mondhatom, hogy Győr minden idők legjobb európai ifjúsági olimpiai fesztiválját rendezte meg, hangsúlyozta Burkai Zsolt polgármester az EJOF nemzetközi zárósajtó tájékoztatóján a Városháza dísztermében szombaton. Kérdésünkre elmondta, a rendezéssel új színvonalra helyeztük az eseményt. Egyértelmű, hogy a 2017-es Győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál minden idők legjobb Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválja volt. Igyekeztünk és sokat dolgoztunk ezért, mind a kollégákkal, önkéntesekkel, egyáltalán azok, akik becsatlakoztak, a győriekkel, hiszen a győriek éveken keresztül támogatták ezt az eseményt, és biztattak bennünket, lehetett érezni azt a támogatást, azt a szeretetet és azt a várakozást, ami a 2017-es EJOF-ot átszőte. Ahogy folytatta, a város pozitív értelemben felbojdult, számára jó volt látni a külföldiek és a győriek örömét. Kulcsár Krisztián, a MOB elnöke, hogy érzékeltesse az esemény jelentőségét, elmondta, az EJOF meghaladja a téli olimpiai játékok méretét. Így folytatta, ez év nyara a sportról szól Magyarországon. Az azonban vitathatatlan, hogy ezek közül a legnagyobb szabású rendezvény Győrben zajlott. Ez természetesen sokat adhat városunknak. Lassan nincsen olyan, akár a Magyar Szövetség, akár a külföldiek közül, aki ne szeretne valamilyen nemzetközi versenyt rendezni ebben a városban. Mi mindenki szívesen látunk a későbbiekben is, hiszen számunkra az egy nagy boldogság és ugyanakkor nagy lehetőség, hogy rendelkezünk egy ilyen infrastruktúrával, és ugyanakkor pedig remélhetőleg minél többen fognak majd ellátogatni hozzánk, és komoly versenyt fognak rendezni. Az esemény győri rendezése álomként kezdődött, és mondható, hogy a meccseket megnyerni egyszerűbb, mint az EJOF-ot megrendezni. Ezt már Joseph Kassar, az EJOF Győr 2017 koordinációs bizottságának elnöke mondta. Úgy folytatta, szerinte a város mindent biztosított, hogy a sportolók a legjobbat hozhassák ki magukból. A polgármestertől megtudtuk, ő is, ha tehette, kilátogatott a pályákra. Fantasztikus, jó volt ezt látni és tapasztalni ezeket a sikereket. Gratulálok a Magyar Olimpiai Bizottságnak, gratulálok a fiataloknak, hiszen a fiataloknak ez egy hatalmas erő, és még nagyobb erő, hogyha egy ilyen nagy nemzetközi versenyen tudnak sikeresek lenni. És én biztos vagyok benne, hogy nagyon sok fiatal kerül ki és jut ki majd a Tokiói Olimpiára, és remélhetőleg ott is fantasztikus eredményt fognak elérni. Végül Alexander Kozlovszky, az Európai Olimpiai Bizottság vezető tisztségviselője köszönte meg a szervezők és az önkéntesek munkáját. Ahogy fogalmazott, külön öröm számára, hogy a rendezvény nem csak a városnak, de az egész országnak szívügye volt. Az EJOF hivatalos lezárására 8:30-kor a fanzónban került sor.